Köszöntöm a Trio TV nézőit, a Büki Stúdió beszélgetések sorozatban rendhagyó helyszínen beszélgetünk, a témánk is majd, hogy nem rendhagyó, bár rendszeresen foglalkozunk a Büki gyógyfürdő aktualitásaival műsorainkban. Vendégem, illetve mi vendégeskedünk a Bükfürdő Termellenszpában, dr. Gajda Tibor, a Büki Gyógyfürdő ZRT igazgatóságának elnöke. Köszönöm, hogy beszélgethetünk. A TV néző kollégákat. 2 évvel ezelőtt beszélgettünk, hasonló kép, még a helyszín is hasonló, a Büki gyógyfürdő aktualitásairól, és talán apropó lehet az, hogy augusztus 20-a hagyományosan a strandszezon zárása. Most az időjárás abszolút rácáfol erre, de azért mégiscsak egy kis szezon értékeléssel, ha kezdhetnénk a beszélgetést. Két éve találkoztunk, és tegnap készülve a mai találkozóra visszanéztem, vagy gyorsan végigpörgettem a 2 évvel ezelőtti beszélgetést, hogy amikor 2 éve jövőképről beszélgettünk, akkor milyen feltevésekből indultunk ki. És azzal kezdeném, nem megkerülve nyilván a válaszadást, hogy 2 évvel ezelőtt a Covid kellős közepén üldögéltünk itt, és még azt sem tudtuk, hogy szeptembertől, októbertől 2021-ben nyitva tud-e lenni a fürdő. Beszélgettünk fejlesztési elképzelésekről, beszélgettünk keresletváltozásról, beszéltünk árszínvonalról, nagyon sok mindent érintettünk. 2 dologgal nem foglalkoztunk. Az egyik az energia válság, nevezzük válságnak. Talán 2 évvel ezelőtt is érintettük, hogy már akkor is érezhető volt, hogy az energiaköltség az egy teljesen más dimenzióba helyezi az ilyen nagyüzemeknek a működését, mint a korábbi évek. Hát ehhez képest ugye ezt még meg lehetett fejelni. Tavaly augusztusban volt is nagy ijegység nem csak a fürdővilágban, hanem a gazdaság egészében, amikor a bázisárakhoz képest 10-szeres áron lehetett energiához jutni. A másik nagyon nagy változás, hogy a relatíve magas vagy nagyon magas infláció mellett országszerte mind kiskereskedelmi forgalomban, mind fogyasztásban, mind addicionális pénzköltési lehetőségben egy jelentős változás állt be, akárcsak a tavalyhoz képest. Az embereknek kisebb elkölthető jövedelme vagy megtakarítása van, ami nyilvánvalóan a Büki Gyógyfürdő ZRT életét is megváltoztatja. Ezen két tényező ellenére jó hírekkel szolgálhatok. A Büki Gyógyfürdő, köszöni szépen, jól van. Várakozásunkhoz képest jól van. Tegnap kikerestem, hogy idén februárban egy nagyon szelíd 35 millió forintos eredménnyel került az üzleti terv a tulajdonosok felé előteresztésre. Ezt idén áprilisban módosítattuk egy közel 300 millió forintos eredményre, mert az látszott, hogy a működési folyamatok egy egyel optimistább várakozást is alátámasztanak. Most június végi zárással tartunk 700 millió forint várható eredménynél, amihez képest a július még pozitívan hozzátesz, és ahogy most látjuk, és hogyha ez az idő kitart a hónap végéig, augusztus elején volt nagy ijegység itt a jégkorszak bekövetkezte okán, akkor egyébként a 700 millió forintnál nagyobb eredményhez képest is optimistábban tervezhetünk, ami azt jelenti, hogy az év végét úgy fogja zárni a Büki Gyógyfürdő ZRT, hogy viszonylag komoly megtakarítással tud neki menni a tavasz végéig tartó fűtési szezonnak. Hogy majd biztos meg fogja kérdezni, hogy ebből mi következik, de minden esetre előjáróban csak annyit lehetne leszögezni, hogy a Büki Gyógyfürdő ZRT-nek életében először már arra is van lehetőség, hogy abban gondolkozzuk, hogy hogyan tudunk tovább lépni. Akkor a következő kérdés is adott már, hogyan tudunk tovább lépni? Nyilván kis lépésekben, gondolom én. Kis lépés, nagy lépés. Mindig azt szoktam mondani, hogy az emberek komfort szintjét nem feltétlenül a nagy lépések jelentik, hanem néha egészen pici dolgoknak is tudunk örülni. Azzal a nagyon hálás feladattal nézünk szembe, és egyébként a mostani beszélgetésen kívül azért is jöttem ma Bükre, hogy rakjuk össze azokat a operatív cselekvést, fejlesztéseket, komfortjavítást, szépítést, célzó beavatkozásokat, amikre a jövő szezonig szeretnék megvalósítani.
Mi azt jelenti, hogy most van arra a pénzünk, hogy ténylegesen műszaki megoldásokkal belenyúljunk a fürdő üzembe, legyen szó akár vizesblokk felújításokról, legyen szó akár új családi attrakciónak a kialakításáról, legyen szó akár a pihenőágyak teljes körű lecseréléséről, és a többi, majd ezeket akár részleteiben is el tudom mondani. Tehát most abban a kellemes helyzetben vagyunk, hogy miután pénzünk van, abban tudunk gondolkozni, hogy milyen komfortjavító és szolgáltatás bővítő beavatkozásokat tudjunk a jövő szezon kezdetéig megvalósítani. Akkor én hallani kis részleteket föl is írtam magamnak, hiszen egy 61 éves létesítményben vagyunk, amiben több helyütt is meglátszik, hogy igen, ez 61 éves létesítmény, tehát utána kellene gondolom a kornak érnie műszaki szempontból, komfort szempontjából, szolgáltatás szempontjából. Igen, én ezt még azzal árnyalnám, hogy a Düki gyógyfürdő ZRT-nek nem átlagosan van valamilyen állapota. Tehát nyilván van egy átlagos állapota is, de ennél sokkal árnyaltabb a kép. Itt egy-egy burkolatváltásnál évtizedeket is lép át az ember. Tehát a fürdő ma egy olyan működési környezetben létezik, hogyha mondjuk 1-től 5-ig kategorizálnom kellene a különböző vendégek által elérhető szolgáltatásokat, akkor vannak bizony 5-ös, osztrák, színvonalú, magas szolgáltatást nyújtó terméktípusaink is, amiket nyilván lehet fejleszteni, de azt gondolom, hogy mondjuk országosan a nemhogy az élmezőnyben, hanem mondjuk a legjobb szolgáltatást nyújtja. Szerintem nálunk a legjobb és legmagasabb minőségű a gyógyászati tevékenységet ellátó infrastruktúra, de ugyanilyen a felnőtt szauna világ, amire mindig onnan látom, hogy jól csináljuk, hogy amikor a máshonnan érkező fürdőigazgató kollégáknak megmutatjuk, akkor látszik, hogy nagyon szomorúak lesznek, mert ami nálunk van, az máshol nincs. És egyszerre igaz az, hogy bizony van az infrastruktúrának olyan része, ami ha akarom két csillagos, ha akarom kettő csillag alá, ami nyilvánvalóan a vendég a gyógyászati részből átmegy a strand részre, és ott elmegy egy vizesblokkba, akkor ott meg szembe találkozik a múltbéli, a jelenbéli valóságból átmegy a múltbéli valóságba, mind a kettőt valóságként éli meg, ami azt jelenti, hogy a terméknek bizonyos elemei azok pedig nagyon sürgős beavatkozást igényelnek, ami pénz lehetőségében már csak a bölcs megvalósítás feladatainak elvégzését igényli. És akkor ezek megkezdődhetnek esetleg a megvalósítások? Igen, tehát kézzel fogható, realizálódhat a terv? Abszolút. És azért mondom, hogy ha két év múlva beszélgetünk, majd megint lehet, hogy visszatudjuk nézni. Tehát biztos, hogy a benti gyógymen, nagy fedett gyógymenetszem melletti vizesblokk részt teljes egészében megújítjuk. Csak hogy értsék, itt nem az a kérdés, hogy le kell csempézni, vagy le kell a burkolatot cserélni. Itt, és nem is az a kérdés, hogy az elektromos hálózatot egyébként fel kell újítani, hanem az a kérdés, hogy a legbonyolultabb része a légtechnika, tehát az elszívás, ami ugye egy rendszerben megy a gyógymedencének a gépészeti rendszerével. Tehát hogy érzékeljék, első ránézésre, amit a vendég látni fog, az fogja gondolni, hogy ez egy néhány 10 millió forintos beruházás. A mi félelmünk az, hogy ez egy 150-200 millió forintos beruházás. Nem önmagában a burkolandó felület nagyság miatt, hanem hogy annyira bonyolult háttér műszaki tartalom van mögötte, amit szintén meg kell csinálni annak érdekében, hogy később ne kelljen majd kibontani az álmennyezetet. Terveztetjük mind a két kültéri vizesblokknak a jövő szezonra való felújítását. Miután még nem végleges a műszaki tartalom, jövő nyára a kis úszómedencére egy nagyon unikális gyerekattrakcióval fogjuk várni a vendégeinket. És tudnék még sorolni, van 15-20 olyan kisebb fejlesztés, amit meg tudunk csinálni, azzal, hogy ezek a működés és a vendégélmény szempontjából nem elhanyagolhatóak, hanem nagyon-nagyon jelentősek. Ugyanígy dolgozunk az energetikai hatékonyság javításán, ami nem közvetlen vendégkomfortot jelent nyilvánvalóan, de abban segít nekünk, hogy évről évre egyre nagyobb forrásunk legyen a különböző fejlesztéseknek a megvalósítására. Habár most egy picit konszolidáltabb az energiaköltség az ipar egészét, vagy a fürdővilág egészét érintően, de nyilvánvalóan ez még mindig mondjuk 4-5-szöröse a 2019-esnek, de legalább már nem 10-szerese, mint tavaly augusztusban volt. Ahhoz, hogy mi ütemesen minden évben 5-10 dolgot meg tudjunk csinálni, ahhoz kb. Ez a 4-500 millió forintnyi fejlesztése van szükség a kerítés határon belül. Ebben nincsenek benne azok az előre
nem tervezhető, számunkra is meglepetést és szomorúságot okozó beruházási igények, hogy mondjuk a kút bélelése, ami az ütőere a Büki fürdő gyógyvízellátásának, ugye tavaly ősszel a működésképtelenségnek a határára került, azt kockáztattuk, hogyha beomlik a kútnak a bélése, akkor esetleg megszűnik a gyógyvíz utánpótlása a fürdőnek. Csak hogy érzékelni lehessen, egy vendégek által nem látható beruházás ebben az esetben 60 millió forintjába került a fürdőnek, de ez azt jelenti, hogy a gyógyvizes medencékben tartósan gyógyvizet tudunk biztosítani a vendégeknek. Az imént említett fejlesztési tervek, akár a vizes blokk felújítás, aztán a kevésbé nevesített beruházások, akkor ezeket mikor is lehet számon kérni a fürdővezetéstől? Egy év múlva, vagy két év múlva, amikor beszélgetünk? Jövő szezonra. Jövő szezonra bizonyosan, de most azért már úgy tervezünk, hogy egy többre szólóan ütemezett fejlesztési tervünk, táblázatunk van, amiben csak azért nem merjük stratégiának nevezni, mert ahhoz túlzottan bizonytalan a gazdasági környezet, hogy azt merjen mondani, hogy két év múlva is hasonló jövedelmezőséggel tudunk működni. A következő szezonig látjuk, ezeket terveztetjük. Ugyanilyen a még maradék öltözőszekrényeknek a lecserélése, ugye itt az elmúlt három évben, minden évben számos új öltözőszekrényt vettünk, új pihenőágyat vásároltunk, a pihenőágyakkal most ősszel egyébként a végére érünk, az öltözőszekrényeknél még van egy etap, amit egyébként meg kell valósítanunk, de közben terveztetjük az öltöző kapacitásnak, tehát a régi gyógyászati résznél, a jelenlegi vizes blokkok mögötti résznél a teljesen új öltöző szekciónak a kialakítását is. Ez megint nem új szolgáltatás, hanem elérjük azt a szintet, ahol egyébként megfelelő módon a fürdőnek ezt a szolgáltatást nyújtania kell. Beszéltünk arról, hogy van két csillag alá, van öt csillagos területe ennek a hatalmas 14 hektáros gyógyfürdőnek. Ehhez képest drága? A fürdőbe lépőre gondolok, mert azért van ilyen visszajelzés, hogy jó, de drága, rossz, de drága. Hol tart ilyen szempontból a Büki gyógyfürdő? Vendégészrevétel tolmácsol a kérdésként. Igen, persze. Drága-e a Volkswagen? Hát nem tudom, hogy drága-e. Drága-e a Ferrari? Nem tudom, hogy drága-e. Drága-e a belépő? Én azt gondolom, hogy ha a költség oldalról nézem, akkor nem tud olcsóbb lenni. Jó, tehát ez az első állítás. Erre nem arra válaszoltam, hogy drága-e, hanem azt mondom, hogy nem tud olcsóbb lenni. Tehát azt a kés föltetném, hogy drága-e a buszjegy, drága-e a tévé előfizetés, meg drága, nem tudom. Működési oldalról nem tud olcsóbb lenni. Ez az első állítás. A második állítás, hogyha a versenytárs fürdőkhöz képes nézem az árakat, akkor mérsékelten drága. Tehát most nem utalnék a győri fürdő 9700 forintos belépőjegyére, de nem utalnék a 41-50-es locsmándi fürdő, 41-50 eurós locsmándi fürdő belépőre sem, mert nem akarom elvinni a fókuszt a kérdés valóságától. Sárvárnál egy picit olcsóbbak vagyunk, sőt Zalakarosnál is annyiban olcsóbbak vagyunk, hogy ott zónák vannak, ami azt jelenti, hogy ott az alapfürdő belépője egy néhány száz forinttal olcsóbb, de ha valaki a gyógyvizes medencébe is beszeretne menni, akkor már 2000 forinttal drágább a belépője egy, mint nálunk, úgyhogy ott nincsen nyugdíjas belépő, ami azt jelenti, hogy Zalakaroson egy gyógyvizes medencébe bejutni kívánó nyugdíjasnak 8000 forint fölötti jegyárat kell egyébként fizetnie. A fürdő belépője egy árban mi igyekszünk minimálisan emelni. Tehát az, hogy nem emelünk, olyan ma nincsen. Tehát ugye, hogyha azt halljuk, hogy van 20%-os infláció Magyarországon, akkor ugye azt is gondolhatnánk, hogy a 20%-os átlagos jegyár emelés az, ami a szinten tartó jegyár az inflációhoz képest. A Büki gyógyfürdő átlagosan 10%-os jegyár emelést hajtott végre az elmúlt egy évben, és pont itt az interjú előtt beszélgettünk róla, hogy ha azt nézem, hogy az átlagos vendég mekkora összegben fizet a jegyér, ami azt jelenti, hogy a teljes jegyárbevételemet elosztom a vendégszámmal, akkor Bükkfürdön 3600 forint jut egy belépőre. Ami azt jelenti, hogy vannak, akik kifizetik a 6900 forintos teljes árú felnőtt belépőjegyet, meg rettenetesen sokan
akik nem ezt a jegy típust választják, úgy is mondhatnám, hogy jellemzően nem a 6900 forintos jeggyel érkeznek hozzánk a vendégek, hanem valamilyen nagyobb léptékű, nagyobb mértékű kedvezménnyel érkeznek a vendégek. Az idei évben, az első 6 hónapban a teljes jegyárbevétel osztva közel 300.000 vendéggel a 3600 forintos jegyárat adja ki. Ez a tavalyi évben egyébként 3230 forint volt. Ami azt jelenti, hogy furcsa mód a Büki gyógyfürdő bevételi szerkezetében, és ez az elmúlt néhány év teljes átalakításának köszönhető, nem a jegyárbevétel jelenti a legnagyobb jelentőséget, ami azt is jelenti, hogy mi vagyunk a legkevésbé kitéve a jegyáremelés kényszerének. Tehát ha egy fürdőnek szinte kizárólag csak jegyárbevétele van, akkor nem tud más tenni, mint a jegyáremeléssel megy a költség szintjének az emelésével. Mi Bükön abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az éves árbevételünknek mindössze 53%-a származik jegyárbevételből. Ez extrém alacsony a magyar fürdővilágon belül. Ez jellemzően 80-90%-a a jegyárbevétel a fürdő árbevételének. Ami mit jelent máshol? Ha csökken a kereslet, mert kevesebb a vendég, annak érdekében, hogy szinten tudja tartani a működését, aránytalanul emelnie kell a jegyárbevételt, amiből mi következik? Még kevesebb vendég, még inkább emelni kell a jegyárbevételt. Mi azon gondolkozunk most, és nem tudjuk, hogy az év hátralévő részében az üzleti folyamatok hogyan alakulnak, hogy meglépnénk azt is, hogyha emelni is kell esetleg a következő évre, akkor is megpróbálnánk csak az infláció felével jegyárat emelni, amit azt tesz lehetővé, hogy a bevételünk 47%-a az vállalkozási típusú bevétel, ami miatt nem a jegyárban kell a működési forrásokat biztosítani. Beszéljünk is akkor erről a 47%-ról egy kicsit. Utaltunk már többször a 2 évvel ezelőtti beszélgetésre, ott azért jelentős hangsúlyt kapott a vendéglátás, hiszen frissen átvett saját üzemeltetésbe emelte akkor a fürdő. Hogy áll most a vendéglátás? Szerintem a legfontosabb, hogy a vendégek hogy élik meg, hogy áll a vendéglátás. Nem, van bőven visszajelzés. Én gyakori olvasója vagyok a Google és más platformokon való vendégértékeléseknek, és én nagyon örülök annak, amikor most egy nagyon kedves vendég azt nehezményezte a vendéglátás kapcsán, hogy a palacsintában 2 palacsinta van, és nem tartunk még ott, hogy különböző ízbe is lehessen, hanem hogyha valaki kakaósat rendel, akkor 2 kakaósat kell. Egyébként most beszéltem a kollégákkal, hogy most ezt megoldjuk, hogy lehessen vegyes palacsintát is kérni a 2 adagon belül, de én azért örültem ennek nagyon, hogyha egyébként azt mondják, hogy Tibor, van gond a vendéglátásban, mert a palacsintát nem tudom 2 ízbe választani, akkor én ennek nagyon örülök. Ha a financiális részéről nézzük, akkor az idei évben a vendéglátás árbevétele 1,1 milliárd forint lesz. Ez egy óriási szám. Nem csak abszolút értékben óriási szám, hanem úgy is óriási szám, hogyha ezt visszahoztam 365 napra, akkor az azt jelenti, hogy a Büki gyógyfürdő vendéglátása az év minden napján kb. 3 millió forint átlagos forgalmat tud teljesíteni, ami nyilván a gyengébb napokon 1,5 millió forint, az erősebb nyári napokon pedig 10-12 millió forint. Ennek van körülbelül 30-35%-os eredményhányada, ami azt jelenti, hogy pusztán a vendéglátás üzletág 3-400 millió forint eredménnyel járul hozzá a fürdő működéséhez, ami ha figyelembe veszem, hogy egyébként mondom 35 millió forinttal lett megtervezve az idei év üzleti tervünk, akkor látható az, hogy a vendéglátás jelentősen támasztja azokat a funkcióinkat, amik egyébként vagy nem jövedelemtermelőek, vagy ad abszurdum mondjuk, mint a gyógyászati tevékenység, alapvetően veszteségesek. A másik ilyen, és 2 évvel ezelőtt az egyik ígéret az volt, hogy egy megújult kempinggel fogjuk várni a vendégeket. Ugye tavaly nyáron átadtuk az új kempinget. Nem az a kérdés, hogy nekem tetszik, nekem egyébként nagyon tetszik, szerencsére a vendégeinknek is nagyon tetszik. Egész főszezonban szinte teltházzal megy, sőt, számomra kicsit néha megdöbbentő módon a nem főszezonban is félházzal vagy 3-4 házzal megy. Nincs az a hideg, ami egyébként eltántorítaná a Büki kempingbe érkező vendégeket, hogy ide érkezzenek. A kemping idei évi árbevétele meg fogja haladni a 500 millió forintot. Ezen megint nagyon-nagyon
nagy segítség a fürdő működésében, meg egyébként belőlük fürdő vendég is lesz nyilvánvalóan, a vendéglátás szolgáltatásait igénybe veszik, meg a gyógyászatnak a szolgáltatásait igénybe veszik. Ebben folyamatosan az elmúlt két évben számos, két éve beszélgettünk, csak annyira régen volt, ugye két éve ősszel nyitottuk meg a Lipóti pékséget, ugye az akkor már terve volt véve, azt is két és fél évvel ezelőtt terveztük nyitni, de két évvel ezelőtt tudtuk megnyitni. Egyrészt ez nem csak a település résznek egy egész évben elérhető pékséget biztosított, nem csak egyébként egy plusz kiszolgáló teret biztosított kávéra, süteményre, szendvicsekre, hanem egyébként ellátásbiztonsági szempontból is óriási jelentőségű, mert innentől kezdve nem fordulhat elő az, hogyha esetleg a településen nem lehet kenyeret kapni, akkor a gulyásleveshez nem tudunk kenyeret biztosítani. Ugyanúgy két éve ősszel valósult meg a Bistro 1-ben az átriumnak a befedése, ami ugye abban segít, hogyha akár nyáron leszakad az ég, vagy télen téli kapacitásnak kell lenni, akkor egyébként a egyidejű leültethetőség a vendégeknek 50 fővel egyébként ott nőtt. Két éve ősszel adtuk át a menüpont éttermet, ugye ahol főszezonon kívül két vagy három menüből választhatnak a kisebb étvágyú, és egyébként költségeiben olcsóbb étkezési lehetőséget kereső vendégeink. Ugye idén nyáron lett meg a használatbavételi engedélye a termelőkonyhának. Ez nem csak egy új strandi területen lévő klimatizált 70 fő befogadó képességű vendégteret jelentett, hanem amire épült volna anno a vendéglátás teljes üzeme, egy ideig 800 adag főzésére alkalmas termelőkonyhával is rendelkezünk, ami azt jelenti, hogy a mindenfelé főzünk kaotikus rendszer helyett egy központi konyhában termelő konyhai üzemben működünk, innentől kezdve a főzés központosított, az anyaggazdálkodás központosított, a létszámgazdálkodás központosított, és valójában az értékesítési pontokon ezeknek az előkészített ételeknek a kiszolgálása történik. Miután stabilizálódott a működés, az elmúlt egy évben már tudtunk nem csak a minőségjavítással, hanem új terméktípusok bevezetésében is gondolkozni. Idén tavasszal ugye 40 millió forintból csináltunk egy saját fagylaltüzemet. Nem tudunk bármiben nagyon jók lenni, mi azt gondoltuk, hogy a fagylalt az lehet az egyik olyan hívószava a Büki fürdőnek, ahol nem csak magához képest, nem csak a strandi fagylaltozókhoz képest, hanem valóban a fagyizók világában is magas minőséget nyújtó kiszolgálásként jelenhetünk meg. Én nagyon szeretem, szerencsére a vendégek is szeretik. Az látszik, hogy a fagylalt értékesítés a tavalyi évhez képest 30%-kal nőtt. A 30%-at azt úgy tessék elképzelni, hogy olyan 120 ezer gombóc fagylaltot adunk el egy évbe, ezt fejeljük meg körülbelül 30%-kal. Amiben gondolkozunk, ugye nekem régi álmom a saját iced tea, meg a saját gyümölcslevek. Ha ezt meg tudjuk csinálni, akkor jövő évtől ebben mennénk tovább. Illetve a teljes kávéportfóliót is szeretnénk egyébként újra gondolni, mert az egy létező vendégigény, hogy hogy menjünk vissza a csésze, tehát a kávés csésze per sörben az üvegpohár irányába. Ennek most már úgy tűnik, hogy megteremtődnek a feltételei, ami ugyanazt a sört és ugyanazt a kávét fogja jelenteni, de a vendégek egyel szerethető módon tudják ezt egyébként elfogyasztani. És akkor nyilván a középtávon benn van a Büki ásványvíz kérdésköre, tehát ugye ennek megvolt a maga hagyománya egy saját ásványvíz palackozóba. Nem mondom, hogy holnap, nem mondom, hogy holnap után. Remélem, hogy lesz energiánk arra, hogy ezt a vállalkozási típusú tevékenységet tovább tudjuk egyébként bővíteni. A vendéglátás közben kitekintettünk a kempingre, oda még szeretnék egy kicsit visszakanyarodni, hogyha lehet. Ott azért még, tehát ott van még terv. Tényleg hatalmas volt ez az átalakítás. Szeretik a vendégek, de esetleg bővíthető még a szálláshely? Ugye most fogjuk elvégezni a kemping minősítést. Alapvetően van egy jogszabályi kötelezettség Magyarországon, hogy a magyar minősítési rendszert is el kell végezni, de pont most nézzük azt, hogy egyébként a német minősítésben hogyan szerepel a fürdő. Tehát furcsa mód, a kemping az tipikusan az egyik export termékünk, ami azt jelenti, hogy jellemzően a vendégeink külföldiek, jellemzően német és cseh anyanyelvűek, ami azt jelenti, hogy számunkra az a fontos, hogy az ő komfort szintjüknek, az ő komfort elvárásaiknak hogyan felelünk meg, abban bízunk, hogy az ötcsillagos kemping minősítést egyébként meg fogjuk szerezni. A kemping kapcsán ma
ma nem az a kérdés, hogy lehetne nagyobb, nem az a kérdés, hogy lehetne nagyobb a férőhelye, sőt, az sem a kérdés, hogy erre nekünk lenne forrásunk, hogy nagyobb legyen a férőhelye. Nem tehát is a mobil... feltétlenül méretre gondoltam, de hanem akár nagyon fontos minős, dolog, hogy a mobil házak 100%-os kihasználtsággal mennek egész nyáron. Egyszer lehetetlen foglalni bele, mert olyan kevés a mobilház kapacitásunk, hogy a dupláját is, vagy a tripláját is egyébként igénybe vennék a vendégek. Itt fizikai korlátai vannak a kemping területi bővítésének. Azzal, hogy a hátsó fás területen az Európa út mellett kivittük most az összes közművet, ami azt jelenti, hogy ha egyébként a kempinggel tudunk abba az irányba bővülni, akkor egyébként annak a közmű ellátottsága biztosítható legyen. Nyilvánvalóan a legszebb az lenne, hogyha a mai minőségi szinthez képest e fölötti szolgáltatást is tudnánk nyújtani. Ezek a még dizájnosabb, még komfortosabb, még magasabb szolgáltatást nyújtó kis faházikok lennének, nevezzük glampingnek, saját szaunavilággal, ne adisten saját pici medencevilággal. Ebben én mindig magamat is türelemre intem, hogy viszont ameddig ez a vendég ugyanezt a vizes blokkot veszi igénybe, amit most kell, addig ez egy féloldalasra sikerült termék tud lenni. Tehát azt mondom, hogy középtávon megkerülhetetlen a kempingnek a fizikai kapacitás bővítése is. Ugyanakkor első lépésként ezt az idei házi feladatot kell elvégeznünk, hogy azokat a civilizációs minimumokat, amikben esetleg van hiányérzete a vendégnek, azokat mindet ki kell pipálni, mert akkor tudunk egyébként minőséget fejleszteni. Nem szerettem volna elébe menni. Viszont, hogyha már errefele kinéztünk a fürdőből, akkor nézzünk ki a másik irányba is, a főbejárat felé. Ha most kimegyünk a fürdőből a főbejáraton, akkor azért egy világszínvonalú térre érkezünk. Ez az egyik oldal, a másik oldal pedig ugyancsak vendég észrevételek részéről, hogy egy betonrengeteg, kőtenger, ahova érkezünk. A lényeg az, hogy a városrész egy vadonatúj teret kapott, nyilván nem közömbös a fürdőnek sem, hiszen itt van a fürdő előszobája lett. Úgyhogy egy kicsit a megújult termáltérről is, illetve a létrejött termáltérről, hadd kérdezzem. Hát én ebben elfogult vagyok. Én lehet, hogy messziről jött ember vagyok. Én Balatonfüreden élek, ahol egyébként a települési környezet esztétikus, főleg a turisták által látogatott. És mindig azt gondoltam, hogy ebben a települési környezetben nagyon nehéz Balatonfüred mellé felfejlődni, de én most már ezt nem gondolom, mert egyébként egyet legalább tudok, ahol ez sikerült. Pont minap volt szerencsém, és ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, hogy a Google térképen, hogyha az ember kellően ránagyít, akkor ugye bejön az utca térkép, ahol látszódnak a régi fotókon, mert ott még nincsen frissítve az utca térkép, hogy is nézett ki ez a terület. Tehát amikor azt olvasom én is a kommentekben, hogy a gyönyörű ligetes park, meg a árnyas fák, én nem tudom, hogy ezt mi alapján mondják, én töredezett betonú buszmegállót, fű nélküli döngölt földet, lerobbant cukrászdát és az igénytelen környezetet látom. A fürdő előtti termáltérnek nem az a feladata, hogy liget és park legyen. Bükkfürdő Magyarország legparkosítottabb fürdőtelepülése. Nem csak maga a fürdő a méreténél tekintve 14 hektárjával, elképesztő táji környezetével egyedi, hanem ha innen kilépek a fürdőből, és elindulok bármilyen irányba 150 méterre, egy parkban találom magam. Tehát Bükkfürdőn nem az volt a kérdés, hogy nincsen elég zöld felület, és nincsen elég fű, mert ha ez elmegy az ember a Ney Parkba, akkor másfél órát tud úgy bóklászni ott a sétaútvonalakon, hogy még mindig nem ugyanazon az úton ment, de ha a termál körútnak a másik oldalára megyünk, ott is csak a játszótér környékén füves területek vannak. Ez azt az adósságot hivatott pótolni, hogy legyen már egy olyan exkluzív rendezvénytere a városnak, ahol a legmagasabb minőségű bármilyen rendezvénynek a megtartására helyet tudunk biztosítani. Amellett, hogy a főbejárat előtti rész egyébként egy parkos rész, fákkal, árnyas ligetekkel, padokkal. És van egyébként nyilvánvalóan egy rendezvénytér, ahol egyébként a szilárd burkolat teszi lehetővé azt, hogy időjárástól függetlenül egyébként normális rendezvényeket lehessen megtartani. Tehát amikor két évvel ezelőtt beszélgettünk, és én azt mondtam, hogy
akkor egy picit optimistában azt mondtam, hogy egy kötőjel két év múlva, ma már korrigálva utólag két év múlva, ha egy vendég ide érkezik Bükkfürdőre, akkor egy teljesen más Bükkfürdő termékkel fog találkozni. Ez volt akkor az állításom, és ez így is van. 3 milliárd forintból megújult a főtér, áthelyeződik méltó helyére a Turinforma, a nevezzük, hogy látogatóforgalom ütőerére, megnyílik a látogatóközpontban a kiállítás, ami mindenki számára szerethető és értékelhető termékké válik. Mögötte ott van a Fun City, olyan sincsen máshol, mindig azt szoktam mondani a helyben kétkedőknek, hogy tessék megmondani, tessék megpróbálni kitalálni, hogy melyik az a legkisebb lakosságszámú település Magyarországon, amelyik állandó mozival rendelkezik, és segítek, hogy B betűvel kezdődik és ükkel végződik. Tehát, bocs, ilyenünk sincs, megvalósult a Szent Kelement termék, megvalósult a kerékpáros termék, ugye csak a fürdő telek határán kívüli fejlesztésekről beszélünk. Megvalósult 550 magas minőségű szállodai szobának a felújítása a Hungesben és a Greenfieldben. 580 magánszálláshely szoba újult meg az elmúlt két évben állami támogatással, 580, nem kevés, és megújult 170 darab panziószoba. Tehát ha lenne ilyen előtte-utána fotó, hogy Bükkfürdő 4 éve, Bükkfürdő ma, akkor tessék elinni azt, hogy ez egy magához képest rettenetesen megújult termék, és azt is most csak félve merem elmondani, mert eddig ezt kínosan titkoltam, hogy az elmúlt 3 évben Bükkfürdőn 14 milliárd forintnyi állami támogatásból megvalósult fejlesztés ment végbe, ezek, amiket említettünk, főterestől bármi, ez Zalakaroson 2,5, Sárváron 1,5. Tehát Bükkfürdő közel a 10-szeresét tudta az elmúlt 4 évben megújulásra folytani Sárvárhoz képest, és kb. A 6-szorosát tudta Zalakaroshoz képest. Ez nem azt jelenti, hogy a feladatot elvégeztük, pusztán azt jelenti, hogy amikor arról beszélgettünk, hogy a termék folyamatos megújulása biztosítja, hogy a részben a jelenlegi vendégek igényeit ki tudjuk szolgálni, részben új vendégeket tudjunk megszólítani, akkor egyébként ez az az út, amin egyébként halad a település, kerítés határon belül és kerítés határon kívül. Ezen az úton, hogy haladunk tovább nyilván időben, akkor 2 év múlva mondjuk leülünk ugyanígy beszélgetni, akkor mivel lesz elégedett? Most nyilván körülbelül mi az, amit biztosan el kell érnie a fürdőnek, akár a városrésznek, hogyha már kiléptünk, de hogy a fürdőnek? Ha az idei évben megélt konszolidált működés stabilizálódik, tehát és nem csak idén, hanem jövőre is, azután is hasonló kereteken belül tud a fürdő működni, akkor én a konkrét beavatkozásoktól függetlenül elégedett leszek. Ezt azért merem mondani, mert az idei nyár nem csak szakmai, hanem bizonyos webes felületeken picit szakpolitikai vitája is, hogy egyébként most a turizmus lehetőségei korlátozottabbá váltak, vagy éppen egy prosperáló szektorról beszélünk. A Bükki gyógyfürdő csúcsévében 2019-ben 713 ezer látogatója volt a fürdőnek. Ez a 713 ezer, ez valódi 713 ezer vendég volt, talán erről beszélgettünk már korábban is, hogy ugye itt ilyen számfét is be vannak a fürdők, hogy az a jó hír, ha nagyon sok vendég van. Én azt gondolom, hogy nagyon jó hír, ha nagyon sok vendég van. Az üzem szempontjából az a jó, hogyha a gazdasági működése egyensúlyban van, és a saját megújulását bevételeiből fedezni tudja. Tehát a 713 ezeres vendéghez képest az idei évben 600-620 ezer vendéggel számolunk Bükkfürdőn, ami, hogy az almát az alvával hasonlítsuk össze, az idei évben az egyik hungesztes ház csak az egyik fél évben működött, tehát a második fél évre nyílt meg, ami azt jelenti, hogy ha az almát az alvával, akkor 620, az kb. 640-650 ezer fős fürdővendégszám lenne. Ez 10%-kal marad el körülbelül a 2019-es csúcsévhez képest. Ha fürdőigazgatókkal beszélek, ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerény visszaesés. A Covid-hoz képesti piac nem újraépülésben ez egy mindenki által aláírandó
mértékű visszaesés lenne. Ehhez képest nagyságrendekkel duplája, triplája egyébként a vendégszám elmaradás az idei évben a mondjuk a 19-eshez képest. Tehát én azt mondom, hogy nekünk arra kell készülni, hogy körülbelül ez a 600 és 650 ezer közötti vendégszámnál kell nekünk a működést stabilan látni. Ez a 600-650 ezer vendég, ebbe tessék azt is belekalkulálni, hogy 2 éve, 2021-ben nyitott meg Sopronban a Lővér Uszodai Strand. Ha valaki, valaki még esetleg nem járt ott vendégként, tessék megnézni a weboldalán a fotókat, egy teljesen korrekt kis strand, nem ilyen nagy, mint a Bükkfürdői, de van gyerekmedence, vannak csúszdák, tehát egyébként biztosak lehetünk abban, hogy Sopronban a menjünk el gyorsan strandolni egyet a gyerekkel kérdéskörben Sopron elszívó hatás Bükkkel szemben. És ez így van rendjén. Tehát én azt mondom, hogy simán lehet, hogy 10-15-20 ezer vendég, aki eddig büki fürdővendég volt, az most Sopronba a Lövérstrandra jár. És ugyanez igaz a Győri fürdőre is, ami ugyan utazási időben 1 órára van Bükkfürdőtől, de bizony a győriek nagyon nagy szeretettel jártak Bükkfürdőre, hogy járt a Pápára, meg Lipótra, meg Sárvára. Azt nem tudom, hogy milyen mértékű, de bizonyára a Győri fürdő nyitása is egyébként vendéget vesz el a Bükkfürdő Thermalen Spa-tól. Vagyis amire mi nekünk fókuszálni kell, hogy hogyan lehet a stabil működést a 600 és 650 ezer közötti vendégszám mellett biztosítani, és nem önmagában azon rugózni, hogy lesz ebből 660 ezer, 670 ezer, hanem hogy a meglévő vendégeinket hogyan tudjuk a lehető legmagasabb minőségben kiszolgálni, ne agyisten többletszolgáltatásokkal bővíteni a bevétel generáló képességünket, és nyilvánvalóan, hogyha egyébként jó a termék, akkor azt sem bánjuk, hogyha egyébként a vendégszám tovább növekszik. De azért vendég még soha nem panaszkodott nálunk, hogyha egy picit szellősebben volt a szaunavilágban, vagy egy picit szellősebben volt bármelyik medencében. Tehát nem az a jó hír, ha nagyon sokan vannak a medencében, hanem az a jó hír, hogyha a vendégek jól érzik magukat, a fürdő pedig gazdaságilag stabilan tud működni. Ami még egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és erről beszélni kell, hogy 2 évvel ezelőtt szóba került az, hogy szerintem Bükkfürdőn a turisztikai szolgáltatók nagyon alacsonyan vannak árazva. Tehát szerintem aránytalanul olcsón adják a szolgáltatásokat a szolgáltatók. Na most hát ebben is volt egy jelentős változás. Most nézegettem a szálláshely kínálatot, tehát szerintem 2 évvel ezelőtthöz képest szálláshelyben egy olyan 100%-os emelés simán lehet látni. Tehát a nagyon olcsó szálláshely, mint ilyen, az kezd kikopni Bükkön is. Ennek két oka van. Egyrészt, hogy a felújított szálláshelyeknek már nem kell olcsón adnia a szolgáltatást. A másik pedig, hogy nem is tudja olcsón adni, mert 0 forintból nem lehet szálláshelyet üzemeltetni. És ugyanez jelenik meg a vendéglátásban is, hogy nem gondolom, hogy drága lenne a Bükkön elérhető vendéglátás, de már nem arról van szó, mint volt 2 évvel, hogy aránytalanul olcsó vagy országos összehasonlításban is olcsó. Tehát egy bükki étteremben is simán 4-5 ezer forint között van egy főétel. Ez ugye azt is jelentette, hogy a Bükkfürdő, mint nagyon olcsó termék, az megszűnt. Tehát ha jöttek ide németek, azok amellett, mert nagyon szeretik a fürdőt, részben azért jöttek, mert rettenetesen olcsó volt. Tehát nagyon-nagyon olcsón tudod Bükkfürdőn x több napot, 1 hetet, 2 hetet eltölteni egy külföldi. Ez ma már nincs így. Tehát a nagyon árérzékeny, nagyon kis pénzű vendégeket a település egészen kezdi elveszíteni, mert azon az árszínvonalon sem a fürdő, sem a szolgáltatók nem tudnak szolgáltatást nyújtani, mint ami a nagyon kis pénzűeknek a pénztárcájához igazodni tudna. Ez egyik oldalról természetesen baj, mert elveszítünk vendégeket, a másik oldalon pedig egy olyan kihívás, hogy ezen a magasabb költségszinten, ha magasabb minőségű szolgáltatást tudunk nyújtani, akkor helyettük tudnak újabb belépők érkezni. Egyébként ebben segít mondjuk a főtér, hogy egyébként egy picit élettel megtöltsük a fürdőidőszakon kívüli időszakot is, és zárás után, meg ősszel, meg tavasszal mindenféle rendezvényekkel. Hát köszönöm szépen a beszélgetést, remélem, hogy mindenre kitértünk, és akkor folytatás, hát lehet, hogy 2 éven belül, jó. De akkor legkésőbb 2 év múlva folytassuk. Köszönöm szépen. Köszönjük. Nézőinknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak a Trio TV-vel a folytatásban is.